Az lenne a feladat, hogy soroljunk fel 4-5 olyan hangszert, amin a kedvenc zenénk megszólal, akkor nem valószínű, hogy a doromba, tilinkó, a körtemuzsika, a tárogató vagy épp a kobosz köztük lesz. Pedig volt idő, amikor a mindig népszerű énekhang mellett ezeken a hangszereken játszották az aktuális slágereket. Az idén 60 esztendős Gulyás Ferenc a népi hangszerek bűvöletében éli az életét. Vezette az egykoron országos hírű Sándor Falvi Citera zenekart, egyik alapítója volt a magyar népzenét modern hangzásokkal ötvöző Noxnak, de játszott a Republik és az Örökség együttessel is. Ha pedig nem zenél, akkor egyebek mellett Citerát, Dudát, Furuját készít a műhelyében, illetve hangfelvételeket a stúdiójában. Ennyi év tapasztalatával azt mondja, hogy ugyan ezek a hangszerek és a rajtuk felcsendülő muzsika egy régmúlt világot idéznek, de ez korán sem jelenti azt, hogy manapság már csak múzeumi darabok lennének. Az egyik verzió az, hogy azt számít népi hangszernek, amit a nép használ, mondjuk egy harmonika, szerbeknél, oroszoknál van ennek a billentyűs vagy a gombos változata, népi hangszer a harmonika. De nem tudják elkészíteni, ezért megveszik, de a nép nagy számban használja. És ezek a népi hangszerek ugye jönnek folyamatosan, érkeznek egy nép kultúrájába, ugye változik az idő. A másik verzió pedig az, aminek az anyaga megtalálható egy népnek a közegében, tehát mondjuk fa, nád, báránybőr, kecskebőr, ilyen népi hangszer például a nádsíp, a bőrduda, a citera, köcsögduda, a láncos bót, ezek ugye régi hangszerek. Igazi ilyen ősi hangszerek, kanászkürt például. A kanászkürt az egy tehén szarvából készült. Tehát a másik verzió az az, hogy csak azt számít népi hangszernek, amit el is tudnak készíteni maguknak. Azonos feltételek, azonos kulturális jelenséget szülnek. Például, ahol mondjuk bambusznád létezett, ott mindenhol rájöttek arra, hogy annak a peremére levegőt fújnak, az hangot ad, és különböző méretű nádak különböző magasságú hangot fognak adni, és akkor ezért egymás mellé rögzítették valamilyen módon a nádszálakat, és ebből lett a pánsíp. A magyarok Kárpát-medencében már jelentős számú népi hangszerrel érkeztek. Nyilván nem a zongorát hozták meg az elektromos szintetizátort, hanem olyan hangszereket hozhattak például, mint a kanászkürt. Például az a honfoglaláskori embereknek még a viseletnek is tartozéka volt. Ugyanis minden ilyen folkloralkotásnak egyébként funkciója volt. Tehát ezek nem úgy jöttek csak létre, hogy csak úgy létrejött magától. És elég rosszul tanítják, hogy a nép ajkán keletkezett, és rossz ez. Ezt mind valaki kitalálta, és utána, amikor kitalálta, akkor annyira megtetszett a többieknek, hogy megtanulták, és aktualizálták, és az utána elterjedt. Például egy pásztor közösség kimentek egy végtelen pusztára, és tulajdonképpen néhány őket meglátogató menyecskén kívül, vagy akivel épp összefutottak a mezőn, nemigen találkoztak senkivel. Írni, olvasni nem tudtak, mobil nem volt, internet nem volt, hát mit csináltak? Az összes szórakozásuk egy pásztortűznél az volt, hogy valaki elővette a furuját, amit a talisznyában tudott magával vinni. Ezért ugye születtek erre a dalok, a repertoár kialakult. Van
van 400 ezer népdalunk, hát a németeknek van 6 ezer, nekünk 400 ezer. Volt egy lakodalom, volt mire mulatni. Most elmész az esküvői diszkós, és akkor mindenki ugyanúgy billeg. Ukrajnától, mit tudom én, Párizsig ez a diszkótánc ugyanarra a zenére, hát ez régen nem így volt. Kiürült tartalmilag minden. Ahhoz képest, hogy régen mit jelentett ez? Világ életemben ez akartam lenni, tehát ez érdekelt. Voltak ott a faluban srácok, akik gitároztak, igazából nem haladtak sehova, és én hamar rájöttem arra, hogy nem arra kíváncsi a világ, hogy mit tudunk utánozni, hanem hogy mit tudunk hozzátenni. Például a Nox együttes, egyik alapító tagja voltam, akkor én azért kerültem oda, hogy magyar jelleget vigyek a techno zenébe. Úgy var vala, langos szép illóna. Az a jó, ha mindent hallgat valaki. Tehát van itt az ilyen kisunokám, mindig mondom, hogy nem szabad eltiltani, hogy jaj, most ilyen katasztrofálisan magyar legyél, vagy ki milyen nemzetiségű, hanem hagyni kell mind a kettőbe, hiszen ő ma él, a mai világban él, nem lóghat ki a sorból, és hagyni kell hallgatni a divatosat is, de nyilván szerencsés úgy nevelni, hogy azért tudja már egy kicsoda, tehát legyen valami identitás tudata. És vannak ilyen fazonok, mint vagyok én is, meg sokan mások, és az egyelőre úgy tűnik, hogy elég a társadalomnak. De ha a magyarság is, vagy bármilyen nemzet bajba kerül, vagy úgy érezzük, hogy igenis ki kell álljunk, hogy mi magyarok vagyunk, akkor majd ez föllobban, és akkor majd nagyobb teret kap. Voltak már ilyenek. Megy a nagy globalizáció, ugye repülővel járunk, mobilozunk, tévézünk, internetezünk. Szerintem lehet, hogy pont ez okoz egy ilyen föléledési vágyat. Ugyanis a hagyomány, ez egy nagyon elcsépelnek tűnő szó, pedig nem az, ugyanis minden emberi közösségnek az alapja a hagyomány. Valakihez kell tartozás, ennek vannak jelei. Tehát ennek van egy kódrendszere, ezt a kódot aki ismeri, az oda tartozik, és ez, ha nem tartozol, ha nem ismered ezt, akkor nem tartozol sehova. És aki nem tartozik sehova, annál rosszabb élményt nem tudok elképzelni. Eső,